Az első gondolatom a megismerés vágya volt, korlátlan vágya, hogy most aztán mindent, ami a Kárpát-medencében színház és magyar nyelvű, meg fogunk ismerni. Például megismerem Regős Jánost, a Szkéné legendás igazgatóját, ez hamarosan be is következett. A második gondolatom, mint majd az idei válogatóiké is, az ijegység volt, hogy emellett a elfoglaltság mellett lehet teljes értékű életet élni, én már tudom a választ, amely egyértelműen nem. Ez egy főállás, emellett az ember nem vállalhat egyéb munkát, nem látja a családját, voltak olyan hetek, amikor csak órákra láttam őket, és kimarad mindenből, nagyjából a saját életéből is, cserébe viszont egy olyan tudás birtokosa lesz, amit sehogy máshogy nem tudna megszerezni. Két előválogató segédkezett nekünk, Bazsányi Sándor az én részemről és Balogh József Regős részéről. Néha velük utaztunk, néha hármasban volt mindenféle kombináció. A lényeg az, hogy fejenként 160 előadásnál többet kellett látnunk nekünk. Én azt hiszem 182-nél landoltam. Az én legerősebb élményeim egyébként a határon túlhoz kötődnek, úgyhogy nem véletlen, hogy nagyon sokat jártunk csak Erdélybe, 10-szer. Ha Szerbiára gondolok, vagy ha Romániára gondolok, ugye mindkét országban a színjátszás elképesztő múlttal rendelkezik, vannak tradíciók, de ez nem egyetlen tradíció. Az, hogy ez a bizonyos világhírű román színház megérintette az erdélyi magyar színjátszást a II. Világháború után, legkésőbb, az a mai napig jó nyomon követhető, de román rendező és román rendező között is van különbség. Ugye azt szokták mondani, erdélyi színész mondta nekem, hogy a román rendező adja a formát, a magyar rendező elsősorban a színész lelkével törődik, de másként olyan véleményt is hallottam, hogy a román rendezők nyaralni járnak Erdélybe. Volt olyan előadás, amelyik igazolta ezt a teóriát, volt olyan, amelyik nem. Számomra a legfontosabb előadást, a Rosmersholmot Kolozsváron például egy Berlinben élő ukrán rendező követte el, nem véletlenül használom ezt az igét, követte el a Kolozsvári Magyar Társulattal. Nagyon durván és nagyon leegyszerűsítve azt mondanám, hogy az előadások témájára gondolok, akkor arra jutok, hogy valaminek a végére értünk. Valaminek a végére ért a színház, beszéltünk arról, hogy ez most a polgári színjátszás agóniája vagy sem, de ugyanazt a repertoárt nyújtja a legtöbb kárpát-medencei színjátszóhely. Inkább eljátsszák 12-1-ére is a Mizantrópot, vagy a Tártüföt, vagy a Jó embert keresünket, mint hogy nagyobb erővel ösztökéljék a kortárs magyar írókat arra, hogy drámát írjanak, mert ez az utóbbi, ez óriási kockázat, és ha bemutatott kortárs magyar darabokra gondolok, akkor meg kell állapítani, hogy nem idén születtek a legfontosabb magyar drámák, és például egy olyan formátumú mester, mint Pintér Béla se idén hozta létre, illetve nem tavaly a legfontosabb rendezéseit. Talán egyetlen előadás a beválogatottak közül az Illatszerten László Miklós háború előtti vígjátéka, amelyik nem drámai, kegyetlen végződésről tudósít, mert a másik ugye könnyű műfajúnak mondható, de mégis nem akármilyen mű, a Csárdás királynő, az operettek operettje, a Monarchia végének egy nagyon szép lenyomata, és Ferenc Ferdinánd sorsával pedig tudjuk, hogy hova torkolik, de ha végigfutom a listát, ugye a Hedda Gabler lövéssel végződik, a Rosmersholm halállal végződik, és egy kapcsolat végét látjuk. A kaukázis krétakör a válságkezelésről szól, ugye egy hatalmi interregnumról, egyben a maga sajátos brechti happy endjével a kibontakozásról is, de zavaros időket örökít meg, nem feltétlenül annyira zavaros, vagy úgy zavaros időket, mint amilyenben élünk. Tény és való, hogy a Berlin Alexanderplatz sem fest vidám képet elénk, a maga módján egyébként szebb és döbbenetesebb utalásokat találtam benne a mára, mint mondjuk a explicit módon sorosozó és a
kormánnyal szemben megfogalmazott rendkívül negatív véleményüket művészi köntösbe öltöztető előadások. Egy hétvégén háromszor hallottuk Soros György nevét színházban. Nem gondolom, hogy ez a termékeny út. Derék dolog csípősen odamondogatni politikus bűnözőknek a színpadról, de ha a művészi megformálás elmarad, vagy ha hézagos, akkor ennek az esztétikuma 0,0. Én színház miatt jártam a színházból, nem a társadalmi agitáció kedvéért. Egyrészt ugye látunk egy alámerülni készülő polgári világot, és itt nem a előzönlésre gondolok. Ilyen tematikájú darabunk is van, vagy előadásunk is van. Matej Visnecnek a Migránsok című műve, amelyiknek a magyar ős bemutatóját Székely udvarán tartották, és egyértelműen a bevándorlásról, a migrációról beszél, az egyén szemszögéből, az egyén sorsa a szétszóratotásban, de nem agitatív mű, nem igyekszik Európát egy konzervatív, elsüllyedni érdemes közegnek bemutatni, és nem állítja azt, hogy aki jön, az mindenki bűnöző. Az előadásoknak jóval több, mint a feléről írtam. Olyan előadásokról, amelyek figyelemre érdemesek, vagy emlékezni érdemesek majd egyszer, visszagondolni jó lesz rájuk, akár azért is, mert emlékezetes kudarcok. Nagyon vicces, vagy nagyon fájdalmas kudarcok, tényleg volt néhány olyan előadás, amelyik fizikailag is nehezen volt végülhető, de ezeknek is megvolt a maga tanulsága. Nincs a szemünk előtt egy sznob kánon, nincs kedvenc színházunk, amikor válogatunk, nincsenek a színházban barátaink. Én egyetlen egy dologra koncentráltam, mikor sikerül elfelejtenem azt a színházban, hogy színházban vagyok. Gyakran előfordul, hogy bizonyos pesti művészszínházakból úgy jövök haza, hogy színházban voltam, előadást láttam. És ez nem biztos, hogy jó. Én azt szeretném, hogy történjen velem valami abban a színházban. Forgassanak föl, kavarjanak föl, mutassanak meg új aspektusból egy régről ismert jelenséget. Nagyon ritkán történik tízestéből, egyetlen egyszer. Most csak mondtam egy számot, egy hozzávetőleges számot, és ez történt velem például Újvidéken, a Danilo Kisnek a Boris Davidovics síremléke című előadásában, és ez történt velem Kolozsváron, ugye a Zsoldák féle Rosmerszón rendezésben. És még egy szempontra fölhívnám a figyelmet, hogy a felforgató meg a radikális előadások mellett igyekeztünk olyan például minőségi vígjátékot keresni, minőségi kommerszet keresni, ebben a vágyunkban csalódnunk kellett, a kommersz helyén egyértelműen a gatyaletolós bulvárt találtuk, különböző verziókban és különböző kompromisszumokkal, de azért a bulvárt, és azt kell mondanom, hogy olyan gyönyörűen karbantartott zsánert, mint a kecskeméti Csárdás királynő, vagy az említett illatszertár Nyíregyházán, ilyet azért az ember nem minden bokorban talál most a Kárpát-medencében, pedig óriási szükség van rá, nem azért, mert válságos időket élünk, hanem mert a minőségi vígjáték is szellemi táplálék. Ha ezt még eddig nem mondtam volna, igyekeztünk olyan előadásokat választani, amelyek gondolkodásra késztetik az agyakat. Nem csupán lazulásra. Nagyon rossz, hogyha az ember a színházat a lazulás helyszíneként, a kikapcsolódás helyszíneként fogja föl, illetve vannak erre a célra hitelesített és szakosodott színházak, oda azért megyünk. De a jó operetre is szükség van, és a remek vígjátékokra meg különösen nagyon sok az egysíkú megfejtés. Amikor a reneszánsz darabot öltönyben és kosztümben játszani, ilyet a emlékezetem legeleje óta is, 80-as évek, stb. Ezt már ismerem. Ismerem a tolókocsi, meg a zuhany, meg az esőztetés, meg a füst, meg az arany, meg az ezüst szerepét a színpadon. Rettenetes, amikor közhelyparádékba botlunk, és ez is nagyon sokszor előfordult. Jól használni eszközöket. Például ajánlom mindenkinek a figyelmébe Zsoldák kolozsvári rendezésében a
étkezés, meg a kávézás szertartását a polgári világrendben, az a jelenet nekem mindent elmond. A általam is favorizált és élt polgári létforma repedéseiről. Nagyon, nagyon vicces, teljesen más világokból érkezünk, és egy-két esetben volt csak vitánk. Például egyetlen egy kérdésben állapodtunk meg csak az utolsó pillanatban, hogy Nyíregyházáról melyik előadás. Hogy a Don Carlos vagy az Illatszertár. Mert a Don Carlosnak fiatal rendezője van Szabó Máté személyében, van egy nagyszerű díszlete Ciglár Balázstól, színészek játszanak benne szépen, de a színészvezetés mégis érettebb és kidolgozottabb Mohácsiéknál. A főszereplők nagy része is ugyanaz. Abban biztosak voltunk, hogy az egyik legfontosabb műhely, színházi műhely most Magyarországon Nyíregyháza. Ugyanilyen fontosnak tartottuk, hogy Székesfehérvár képviselve legyen, de nem mindegy, hogy mivel. Nem Székesfehérvárként, hanem előadással. El kell döntenünk, hogy ez színház vagy múzeum, és aszerint kell majd a kis táblát elhelyezni a bejáratnál. Ha múzeum, akkor használjunk továbbra is 19. századi, meg múlt század 50-es évekbeli fordítást. Nem vagyok az átdolgozások, a belefirkálások híve, de a szöveg a mai magyar nyelven érdemes, hogy elhangozzék a színházban. Fontos és roppant szórakoztató előadás volt a látottak között Hajdú Szabolcsnak a Kálmán napja a B32-ben. Nem mondom azt, hogy ez a legnagyobb horderejű, ez a legsúlyosabb problémákat felvető mű, de pompásan éreztük magunkat. Tavaly tavasszal látott előadásokat egyértelműen felülírhatják a friss benyomások. Ez velünk is megtörtént, így esett el például Szombathely. Vérző szívvel, de le kellett mondanunk az ottani legjobb előadásról, a Volponéről. Alföldi Robert rendezése, Jordán Tamás és Bányai Kelemen Barna. Jutalomjátéka, azt mondhatom, szép volt, jó volt, erősebb előadások felülírták. Beszélhetnék arról, hogy most Debrecen, a debreceni épület van a legrosszabb állapotban. A műsorpolitikát is kicsit, hogy mondjam, óvatosnak, régi módinak ismerem ott, de nagyszerű volt egy olyan három nővérrel találkozni, amelyik újat tudott mondani, illetve hát egyáltalán az, hogy Csehovból újat kifacsarni, újat kipréselni a Prozorov lányok sorsából, ez nem nagyon szokott Magyarországon sikerülni Asher Tamás óta. És most én hatalmas félelmekkel indultunk el Regős Jánossal Debrecenbe, azon a napon nagyon kellemes rácsodálkozás volt, ajánlom mindenkinek. Azt hiszem, hogy módot adtunk arra, hogy nagyon sok erős teljesítményt lehessen egymáshoz mérni, és én remélem, hogy a politikától érintetlen marad a fesztivál is, meg a zsűri pláne. Ez egyébként egy elemi elvárás egy színházi fesztivál szemben, de most Magyarországon mégis nagyon fontos leszögezni. Szeretnénk nem háttérszempontoknak megfelelni, legkevésbé mi a válogatók.